megérkeztünk a 26. Média Digital Hungary utolsó fórumához. Itt már mosolygós a hangulat, szerintem jó hangulatú lesz a beszélgetés is, és kérlek benneteket, hogy várjátok ki a végét, hogy aztán örüljünk ennek a két napnak, ami bízom benne, hogy végig tartalmas volt, és most még jön egy inspiráló eszmecsere. Mit kezd a fogyasztó a szabad választással? Vajon tudja-e egyáltalán, hogy mit akar, vagy vezetni kellene őt? Ez a témája Rózsa Iván által vezetett beszélgetésnek, üzletfejlesztések a hirdetési piacon, illetve ennek lehetőségei. És be is mutatom a vendégeket, Filó Angéla MediaWorks, Kovács András Péter a Telekomtól, Spiegel György a Borsodi képviseletében, Takács Borbála a UN Worldwide-tól, és itt van velünk online, igen, látom már Orbán Donátot az Unilever képviseletében. Iván, tiétek a szó. Sziasztok, és először csak csekkolni szeretném, hogy Donát, hallasz-e minket? Abszolút, tökéletesen. Szuper, akkor vágjunk bele. Két napja arról hallgattunk, hogy hogy kell lőni a fogyasztókra, a felhasználókra, mert tudom, hogy vannak itt, akik a fogyasztó szót írtani szeretnék. Mégis mi van akkor, amikor azt mondjuk, hogy nem lőni akarunk rájuk, hanem valami teljesen más szeretnénk, mondjuk új igényeket teremteni. És egész egyszerűen minket nem is érdekel, hogy hol vannak most a fogyasztók. Jöjjünk elő egy olyan márkával, egy olyan termékkel, ami új piacot generál. Tudtok ilyet Magyarországról? Mert mindenki az Apple példájával jön, a Teslával. Ti tudtok olyat, ami egy magyar márka, magyar termék, amelyik új igényeket teremtett? Mivel Angéla nézel rám, ezért te jössz. Új igényeket teremt. Hát nézd, van olyan márka a portfólióban, ami 125 éves. Hogyha mondhatjuk, hogy a nemzeti sport, ami népsport volt régen, és most nézzétek meg, hogy az EB-nél micsoda izgalmakat okoz, és napra készen ott vannak az információk, hogy honnan indult a nemzeti sport, és hol tart most. Mondhatjuk, ügyes, hogy saját márkát talált, ügyes. András? Mondjak én is saját márkát? Hát ne 125 éves egyen, mert meglepődök. Figyelj, annyit nem tudok mondani, bár ha ugye hozzáveszünk az előd márkákat, nem állunk rosszul. Szerintem olyan márkát, én megmondom őszintén, nem tudok mondani most így hirtelen, aki egy, most így feltűnt az égen. Talán ezt körbe is járhatjuk, hogy ez miért nincs. De az nagyon tetszett, amit az Angéla mond, hogy hogyan tudnak a márkák megújulni egyébként ezekre az igényekre. És nem a fogyasztók vagy felhasználók szót írtam, vagy mind a kettőt módosítam emberekre. Most talán ezt járhatnánk körbe, mert talán az a jó irány, ha nem fogyasztóként tekintünk rájuk, hanem emberekre, és abból indulunk ki, hogy egyébként mit szeretnének. De most megúsztad a választ, tudsz-e ilyen márkát? Azt bevallottam tulajdonképpen, hogy nem tudok ilyet mondani. Menjünk tovább, sör. Hát ott aztán van, ott a kérdés az, hogy arról beszélünk, hogy új igényt teremtetek, vagy kitaláljátok, hogy mi kell a jövőben, hisz a sörpiac, ami elsőre a világ legunalmasabb piacának néz ki, gyakorlatilag az utóbbi években folyamatosan az innovációról szólt. Igen, akartam is mondani, hogy ezt visszautasítom, az egyik legizgalmasabb piacról van szó. De én azt gondolom egyébként, hogy azok a márkák sem, amiket felsoroltál az elén, hogy Apple vagy akárki más, tehát hogy ők szerintem nem új igényeket teremtettek, hanem voltak igények, amiket esetleg lehet, hogy még nem tudtunk róla, hogy vannak ezek az igények, de megvoltak az emberekben, és ők kitalálták, hogy ezt hogy lehet tálalni, mit kell tenni ahhoz, hogy ez az igény előjöjjön az embereknél. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez igen, és ez a sörpiac is egyébként pont ugyanígy megvan. Magyarországon is egyébként, hogy saját márkát mondják, ugye? Ugye a nagyüzemi sörgyártók, Borsodi és a többinek nem mondok nevet, mert hogy nem reklámozom. Ugye az innovációk, ahogy mondtad, azok jönnek elő, és bizony olyan sörök, olyan ízek jönnek elő, amikről nem biztos, hogy a fogyasztók tudták, hogy ez nekik kell, de megkóstolják, és utána tetszik nekik. És akkor mondhatjuk végül is, hogy igényt teremtettünk, de az igény az mindig is ott volt, csak megtaláltuk. De mondjuk akkor vegyük és elnézést kérek, de a világ egyik legnagyobb átvágását, ezzel együtt zseniális a történet, ugye a 0%-os limonád és sör, amikor jelentős marginnal tudtok eladni egyébként egy tényleg üdítőt. Ez innováció, egy meglévő igényt szolgáltatok ki, vagy ez még annál is több, és egy teljesen új piacot teremtettetek? Mert én a büdös életben nem gondoltam volna, sőt, ha megkérdezel, azt mondtam volna, hogy ez annyira hülyeség, hogy egy darabot nem adtok el belőle, és jól láthatóan roskadoznak a polcok, valószínűleg nem véletlenül.
Igen, új fogyasztókat tudtunk tulajdonképpen a sör piacra hozni. De olyanokat, akik korábban, olyanok, akik korábban nem ittak sört, így van. Tehát, hogy nyilván ez egy kicsit az üdítők felé hajlik, és hát nyilván elkezdtünk velük is picit versenyezni ilyen szempontból. De aki ezt megkóstolja, ott vártok egy upgrade-et, hogy akkor most alkoholmentes, és utána vált valami normálisra, vagy pedig azt mondjátok, hogy hát ez bőven elég nekünk, és ne kannibalizálja a többi márkánkat, bőven elég, amit itt megteremtünk haszon. Nem olyan nagy baj, hogyha megkóstolja mi márkánkat, és esetleg mást ívott eddig is, aztán nem nevezném upgrade-nek, hanem megkóstolja ugye a többi sörünket, a portfólió többi sörét, de nincs ilyen elvárás. Tehát mi örülünk annak, hogyha a mi penetrációnk, ugye a fogyasztói rétegünk az növekszik, és minél többen élvezhetik ezt a fantasztikus italt. Fordulok Borbálához, hát a médiapiac az viszont tényleg folyamatosan a megújulásról szól, és folyamatosan vezettek be újdonságukat. Te milyen olyan terméket tudsz mondani, amelyik sokkal inkább nem egy meglévő versenyben próbált erősebb lenni, hanem egy picit az új piacot? Vagy azt mondod, hogy ez nálatok kevésbé értelmezhető? Nehezebb helyzetben vagyok, mert nálunk azért termékek ugye nem nagyon vannak. Én ügynökségi világban vagyok, úgyhogy mi azon dolgozunk, hogy azok a termékek vagy szolgáltatások, amik megjelennek, mint innovációk, azokhoz mondjuk megkeressünk olyan embereket, vagy célcsoportokat, fogyasztókat, felhasználókat, akik arra fogékonyak lesznek, vagy akikben egyébként feltételezzük, hogy megvolt ez az igény. Gondolkoztam ezen, hogy mi lehet az a termék vagy szolgáltatás, ami magyar és innovatív, és mondjuk az ügynökségi vonalon, vagy abban a szolgáltatási szektorban, ahol én vagyok, ott releváns. Nekünk ilyen volt egyébként a Prezi, és én arról azt gondolom, hogy ez egy elég komoly innováció volt, és még akár meg is előzte a korát annyiban, hogy pont azt a fajta ilyen lineáris gondolkodást próbálta megváltoztatni, vagy a nem lineáris gondolkodásnak igyekezett egy teret adni, aminek most azért szerintem egyre inkább így a mai korszellemben jelentősége van. Donát, fordulok hozzád is. Nektek aztán végtelen mennyiségű terméketek van. Így esőbb, ha már historikus és magyar, akkor mindenképpen szerintem érdemes egy babát megemlíteni, amely most nemrég újult meg, illetve... Baba márkát. Bocsánat, csak egy picit rosszul van. Hallottunk, de mindannyiunk által ismert termék, vagy 20 évvel ezelőttről, hisz 23-ak vagyunk, vagy pedig valami mai termék. De hogyha pedig jobban kitekintünk, akkor ahogy az előbb elhangzott a Prezi, illetve akár egy Logmein, ami szintén magyar gyökerekkel és hatalmas eredményeket tudott elérni szerintem. Szerintetek egyébként, ugye baromi büszkék vagyunk arra, hogy mennyire rohadt innovatívak vagyunk, és mindig azt gondoljuk, hogy mi különlegesek vagyunk a világban, így is van, de hogy tényleg létezhet ez a magyar kreativitás mondjuk a corporate világban, és el lehet jutni olyan innovációhoz, ami világszinten, és most akkor a Prezi és a Logmein elhangzott, de hogy mondjuk tudtok-e itthon alkotni olyan terméket mondjuk a sör esetében, vagy akár a média piacon, ami utána egy globális termékké válik. Mondjuk ez a telkóra ugyanígy igaz lehet, mert a Telekom aztán egy innovációs hub. Tehát lehet ilyet csinálni, vagy el kell felejteni, mert ennek semmi értelme, meg amúgy is túl pici piac vagyunk, vagy ennek semmi köze hozzá? Lehet egyébként. Csináltunk-e már ilyet? Nem. De minden esetre mondjuk, ez megint csak visszakanyarodnik az igényekhez, és nyilván én a fogyasztóról fogok beszélni, mert nálunk ő azért a legfontosabb egyén ilyen szempontból. És azt tudom mondani például, hogy Magyarországon, vagy hát Magyarország, és hát mondtad, hogy a kreatívak vagyunk és innovatívak, de egyébként az emberek igénylik is. Ha körülnézek más országokban, akkor ez a nevezük sörforradalomnak, amit nyilván a kézművesek indítottak el, aztán a nagyüzemiek csatlakoztak, az igazából nálunk jellemző, főleg nagyüzemi szinten, míg körülöttünk lévő országokban abszolút nem. És egyébként mi egy régiós szervezet vagyunk, tehát hogy nyilván... A fogyasztók mások? Tehát ez fogyasztók mások, a fogyasztók egy mások. Egy szlovák sörfogyasztó ennyire eltér egy magyar sörfogyasztótól?
A szlovák meg a cseh fogyasztó, ő például lágerfogyasztó főleg, de hát nyilván a csesörök, meg azoknak olyan hagyományuk van, és benne van a kultúrájukban, benne van az életükben, mint nálunk a pálinka mondjuk. Nyilván nálunk is megvan ez a sörkultúra egyébként, mi is nagyon régóta, a mi fogyasztóink is nagyon régóta fogyasztják, de benne van a magyar fogyasztókban ez a kíváncsiság, ez a kipróbálni, az ízek, tehát hogy egy-egy ilyen fogyasztó mondjuk 9 féle sört iszik az ő portfóliójában, szoktunk mondani, hogy 9 féle sör van, és ez folyamatosan egyébként váltogatja attól függően, hogy most éppen ez megízlik, akkor ezt egy kicsit arrébb teszem, stb. És így, és ez egy pörgeti is tulajdonképpen ezt a teret. Kíváncsi a magyar fogyasztó? Tehát mi egy kíváncsi nép vagyunk? Nagyon, nagyon kíváncsi, és gondoljatok bele, hogy mondjuk mennyit változott akár csak a főzési szokásaink, vagy a táplálkozási szokásaink, hogy mi volt korábban a finom, és mi most egy szexi recept. Tehát, hogy mennyire nagy sikerélmény tud lenni, amikor egy szájton megkapod azt a receptet, ami anyu receptje, meg a nagymamám receptje, és meg tudom csinálni gluténmentesbe, meg tejmentesbe, és akkor az mekkora élmény. Tehát, hogy már ezek is azok az igények, amit most a fogyasztó generált, valójában igen, hiszen már mindannyian allergiások vagyunk, és mindenféle problémákkal küzdünk. Tehát a média lohol utána, és elkezd megoldásokat adni, hogy jó, akkor a recepteket kicserélem, ha az életmódbani gondolkodásmódban, akár sportban másképp gondolkozunk, milyen eszközökkel sportolunk, miket próbálunk ki. A crossfit az valójában egy tesi óra, uraim, tehát azt lássuk be, és tök cikő saját testes edzéssel edz mindenki, és az a legmegalázóbb, hogy még csak nem is súlyokat emelgetünk. Tehát abban is mennyire megváltozott a kultúra, hogy hogyan gondolkozunk ezekre a hétköznapi dolgokra, és hát ugye a pandémia ezt teljesen felülírta, tehát mindenki az e-commerce-ben kezdett el hinni, annantól kezdve, hogy a lányok már appon rendelik a ruhákat, és nincsen plázákban töltött idő. Tehát ezek mind azok az innovációk, és hogy mi magyarok azok vagyunk-e? Igen. Tehát szerintem mi vagyunk a legokoskodóbb nép egész Európában. Tehát mi kitaláljuk a kis utakat, meg jó, hát ez a szabályos, de hogy lehetne megoldani, hogy mégsem, meg okosba ezt azért tudjuk magunkról. És így azért nagyon sok márka, meg szervezet a multinál, ugye ilyen szempontból kerüli a magyarokat, vagy hát legalábbis nem tudom, milyen tapasztalatot bírt, de azért meg tudjuk oldani okosabban, ügyesebben, gyorsabban, hatékonyabban. Tehát azért ez jellemző. Én picit most nagyon élvezem. Tehát igen. Én ezt nagyon élvezem, hogy ebben van lehetőség alkotni, akár a médiapiacon most, mert most pont egy ilyen lehetőség van 130 márkára, tehát hogy legyünk innovatívak, de ezért megyünk be. Tehát, hogyha ugyanazt csinálnánk, akkor nem mennénk médiában, marketingben, és nem ülünk itt. Tehát, hogy ez mindannyiunkban motiváló szerintem. Donát? Abszolút, és szerintem muszáj, és most nemrég volt nálunk egyébként egy olyan projekt, ami nem globálisan, de innen indult Magyarországról, és most elkezdett a regionális szinten is kiterjedni, mert bár kicsit ahogy a csehek-szlovák, illetve adott esetben egy magyar sörfogyasztónál mások az igények, ezt mi is azért itt látjuk, szorosan együtt dolgozva a kelet-közép-európai kollégákkal, hogy elég más piacok, elég más szokások, viszont azért lehet metszeteket találni, és a minőség mentén olyan közös dolgokat felépíteni, ami adott esetben mondjuk nem jönne egy globál csapattól, de pont itt a régióban megvan, és akkor együtt dolgozva ebbe az irányba el tudunk menni, és remélhetőleg sikeresen haladni aztán a jövő felé. Mormána, te mégis egy globális piacon dolgozol, és gondolom rengeteg know-how jön a networkből. Te látsz különbséget? Akár a médiafogyasztási szokásokban, akár bármiben az ügyfeleid irányából, vagy egész egyszerűen teljesen tudod applikálni azt, amit mondjuk nyugat-európai vagy skandináv kollégáid használnak? Azt látom, hogy a magyar piac az teljesen más, de amúgy, ha megkérdezed bármelyik közép-kelet-európai, de valószínűleg a nyugat-európaiakat is ugyanezt fogják mondani, hogy az ő piacuk az nagyon speciális. Igen, ez teljesen más, mint az többi az hasonlít egymásra, de a miénk az más. Igen, amikor elmadunk szélszbe, akkor ezt szeretjük ezt a argumentet használni. Egyébként ez sok szempontból igaz is. Nálunk szerintem annyi a különbség, hogy rajtunk azért van egy elég masszív nyomás, ezt a szónak nem feltétlenül pejoratív értelmében mondom, van egy ügyféloldali igény, és van egyébként a saját networkünk felől egyfajta terelés abba az irányba, hogy folyamatosan megújuljunk szolgáltatásokba, technológiába, amit tudunk.
átvenni. Nyilván vannak olyan dolgok, amiket nem tudunk átvenni, mert egyenlőre nem tartott a piac, vagy technológiában nem feltétlenül megoldható. Amit mi ebben szerintem újítani tudunk, és akkor itt visszautalnék arra, amit Angela mondott, hogy mi abban szoktunk tudni újat mutatni a saját networkünknek, vagy akár a körülöttünk lévő országoknak, ahogy használjuk ezeket a dolgokat, vagy ahogy azt is megpróbáljuk felhasználni, amit egyébként nem tudnánk, és egy fejlettebb nyugat-európai piacon tökre adja magát, hogy fogsz egy technológiai fejlesztést, egy ügynökségi fejlesztést, és azt egy az egyben meg tudod valósítani. Nekünk meg kell találni azokat a megoldásokat, amikkel azt adaptálni tudjuk egy kis piacra, egy sokkal kisebb csapattal, mint amilyen csapatmérettel mondjuk Németországban vagy Franciaországban megoldanak bizonyos kérdéseket. Úgyhogy nálunk ebben vannak, tehát az innováció az jön, és a mi hozzáadott értékünk itt helyi szinten az pedig az, hogy azt hogyan adaptáljuk a magyar piacra. Andi, csak azért, hogy kisegítselek. Van egy média ügynökséged, amelyik szerintem egész jól muzsikált, amikor a Telekommal a Vivi Csétán kifejlesztettek egy olyan újdonságot, ami szerintem nem egy meglévő igény, vagy nem tudom, hogy meglévő igény volt-e, de hogy minden futó ugye testre szabott élményt kapott, és ezzel, ha jól tudom, ráadásul nem is ti kerestétek meg az ügynökséget, hanem az ügynökség jött ezzel. Ezeknek van értelme? És akkor mondj egy pár szót erről, hogy miről beszélek. Jó, hát én megpróbáltam mondani magunkat az innovációba, de akkor nem engedted. Ugye már több éve a Telekom Vivicsitán egy olyan technológiát hozunk be, hogy a futók számára egyedi videókat készítünk, gyakorlatilag egy ilyen okos kamerarendszerrel azonosítjuk a futókat a futóverseny különböző pontjain, és ezt egy szoftverünk összevágja, és amire verjednek a rajtba, kapnak gyakorlatilag egy videót arról, hogy hogyan teljesítettek, és hogyan integettek a különböző pontokon. Ennek abszolút van értelme, mert hogy gyakorlatilag a digitalizációnak ez egy csodálatosan kézzelfogható eszköze, lehetősége, hogy hogyan demonstráljuk azt, hogy a digitalizáció mire képes, ahogy te futsz, addig téged rögzítünk, azonosítunk, és azonnal kapsz egy személyre szabott élményt. Szóval hozzájárulunk gyakorlatilag ahhoz, hogy a futás, ami azért alapvetően ugye egy analóg dolog, az hogyan tud még digitálisabbá válni, és hogyan tud még személyesebbé válni, és ezt az élményt hogyan tudod magaddal vinni, nagyon profi technológiával. És visszacsatolva erre a beszélgetésre, amiben voltatok, szerintem a fogyasztók itthon vagy emberek, saját csapdámba hullok, az emberek valójában nagyon tudatosak és nagyon igényesek, de hogy a digitális térben pont az az érdekesség van, hogy van egy tudatosság, egy elvárás, hogy nekem a legjobb legyen, a legjobban működő hálózatom, a legjobb eszközöm. Amúgy Magyarországon viszonylag szerencsések vagyunk hálózat terén, bár ezt ugye senki nem érzi a saját bőrén, amikor elmegy a net meg a tévé, de ugye globális felmérések is mutatják, hogy a világon az egyik legjobb itthon a mobilnet hálózat egyébként. De másfél pedig a digitalizációban ez egy kettősség. Köszönöm. A digitalizációban ugye ez egy kettősség, mert van ez a tudatosság, másfél pedig még egy csomó-csomó edukáció vár arra, hogy hogyan használjuk ezeket az eszközöket, és ne egy ilyen mumusként tekintsünk rá, egy időrabló mumusként. Úgyhogy nekünk például, meg szerintem a telkó szereplőinek azon kell lavíroznunk, hogy hogyan tudjuk ezeket az igényeket kiszolgálni, és hogyan tudunk a fogyasztók, emberek számára valamiféle edukációt adni. És akkor egy olyan böszme nagy vállalat, mint akár a Telekom, akár az Unilever elképzelhető, hogy mondjuk, szerintem ez egy olyan innováció volt, mondhatom nyugodtan, mert én már nem voltam ott, és baromira tetszett, amikor nem ezzel... voltam ott. Én akkor jöttem el, és imádtam az innovációt. Szóval, hogy azt gondolom, hogy új igényt teremtettetek meg, mert most már valamennyire ez lehet, hogy elvárás is a futók részéről, hiszen aki egyszer megtapasztalta az élményt, az elvárja a későbbiekben, de ebből lehet globális termék, és ugyanúgy Donáttól is kérdezem, hogy van olyan, hogy és tudom, hogy az elején már ezt feszegettük, de maga a vállalati struktúra az képes lehet arra, hogy eljutassál ilyen innovációt, vagy azt mondod, hagyjuk a francba ezeket a, nem tudom, németeket, az a jó, hogy itthon megvalósítom, nem cseszegetnek, nekem ez működik, márkámnak használ, viszont a franc akar ebből globális terméket csinálni. Nekünk hatalmas az ambíciónk abból, hogy amit itt összekreatívkodunk, abból csináljunk globális terméket. Én szívesen ügyezek a német vagy bármilyen más kollégáimmal Európában, de általában szokott lenni valami kis bukkanó, amiatt ezek még így nem valósulnak meg. De ez kulturális különbség népek között, vagy vállalati kultúra, vagy egész egyszerűen a mamut? Szerintem is, hogy nagyon diplomatikus választ adjak, is.
van nyitottság, egyre inkább van nyitottság, és ugye mi ugye globális multiként vagyunk így percepcionálva, de tulajdonképpen azért Magyarországon történik a stratégiai fejlesztésünk, a kreatív fejlesztésünk és a termékfejlesztésünk is, tehát a márkát itthonról menedzseljük, nyilván a Bonni központtal is egyeztetünk el, de ebben az a viszonylag szabadságunk van. De ha oda lyukadunk, hogy szeretnénk visszafeedline dolgokat, az kb. Annyira működik, mint amikor a Bonni központ szeretne ide lehozni dolgokat. El tudunk ezen egy kicsit ügyezni, amíg valami megvalósul. Donát, el tudod képzelni, hogy van olyan, most nem mondok termékcsaládot, amit itthon összedobtok, és utána ebből globális termék lesz? Gyakorlatilag, hogy az előbb is mondtam, most van egy magyar piacról indul, de már regionális szintre emelkedett projekt, és tekintve az Unilever hozzáállását, abszolút... De ez mekkora erőfeszítés? Igen, előbb is mondtad, arra vagyok kíváncsi, hogy a vállalat mennyire nyitott erre, hogy az egyik ország előre rukkoljon, vagy sokkal inkább ez egy központ által vezérelt történet, és nem is olyan szeretik, hogy az egyik ország okoskodik. Nyilván ugye megvannak a nagy globális brandek, ahol a központból jönnek az irányok, ugyanakkor mindenhol megvannak a lokális márkák, és abszolút nem zárkóznak el új dolgok létrehozásától. Nagyon támogató a környezet, úgyhogy tényleg, hogyha ez regionális szinten sikeres lesz, akkor a lehetőség igazából adott. Angéla? Két olyan példa jutott eszembe, hogy mind a kettő magyar kezdeményezés és világszintű lett belőle, és ez mindegyik az elmúlt egy évnek a terméke. Az egyik az elmúlt két évnek a terméke, az tudjátok, hogy a magyar találmány a szabaduló szobák. Tehát, hogy valójában magyar srácok találták ki, túl sokat nézték a Fűrész című filmet, amit egyébként személy szerint én is imádok, hiszen van már egy ilyen egy jó adag önbíráskodás is, de ők voltak azok, akik kivitték Los Angelesbe, sőt aztán Vegasban is most tárgyalnak arról, hogy az izgalomra éhes amerikai turisták egyébként ezekben a megfejtésekből, a szabaduló szobákból jöjjenek, úgyhogy ez úgy gondolom, hogy méltán említése méltó magyar siker. A másikat pedig a pandémia hívta. Igen. Igényre válaszoltak, vagy új piacot teremtettek? Hát most azért az igény, tehát azért lássuk be, hogy azért ez a kiszabadulós izgalmak, tehát az azért mindenkiben benne, hogy zárjanak be egy órára, hogy tudok kiszabadulni. Tehát hogy azért ez szerintem egy olyan igény, ami mint a mobiltelefon, hogy bárcsak el tudnék érni mindenkit napközben, és utána ez megvalósult. Tehát hogy én úgy gondolom, hogy az igény inkább. A másik ilyen példa, mielőtt még belém folytanád a szót, az a pandémia hívta életre. Egy klinika, azt képzeljétek el, hogy egy klinikának a tulajdonosa alapvetően lehúzhatta a rolót a pandémia alatt, mert senki nem ment a vírustól való félelmében semmilyen magánorvosi vizsgálatra, és hát ugye elég jelentős befektetéseket eszközölt ebben az időszakban, és hát együtt sörözött a sightseeing buszoknak a hasonló pandémia áldozatával, és ők együtt söröztek, és fogták a fejüket, hogy ebből mit lehet kihozni. Nem tehát, mondasz, hogy egy mobil klinika és képzeljétek el, hogy tesztelő állomás lett a buszokból, átmaticázták egy délután alatt, és ellepték az országot, sőt az összes sightseeing busz a többi világ nagyvárosában is, mert alul bemész, leadod az adataidat, fölmész az emeletre, megcsinálják a tesztet, lejössz, téd az eredmény, és mész haza. Tehát miről beszélünk? Ez egy tökéletes... Hát a busz vagy ment közbe? Hát még az lett volna, hogy fel kell ráugrálni. Nem ilyen akkor már nem, élvezik a város nem ment a városba közbe, de egyébként teljesen kultúráltan működik. Tehát például az egyik világvároson én is lakom, Dunakeszin például, az egyik bekötő út mellett is szintén ott volt. Tehát hogy biztos találkoztatok vele, és ilyen furcsán nézett rá mindenki, hogy ez ilyen élménybusz, nem? Ez pont arra jó, hogy megvan az a teszteredmény, ami egyébként befolyásolt az elmúlt egy évünket, úgyhogy ez egy tök jó. Kérdés, ilyen magyar... hogy utána visszatér a sightseeing businessbe. Ha megnézzük a másik oldalát a történetek, vagy nem is másik oldalát, a másik utat, beszéltünk arról, hogy innováció, de lehet ezt ilyen sitibe is tolni, és letolhatjuk a gatyánkat, és adhatunk mindent nagyon olcsón is, és hát vannak márkák, amik erre építenek, ez is egyfajta innováció. Mondhatom, most nem akarok márkát mondani a telkó világából, itthoni szereplő is, de hát lehet ilyen megoldás? Tehát most megint nem Unilevert akarom kipécézni, de hát el tudjátok azt képzelni, hogy a ti márkáitokkal, és most szigorúan a tiétekkel, vagy te az ügyfeleiddel, egész egyszerűen odáig juttok el, hogy tudjátok mit? Versenyezzünk lefelé.
és legyen minél olcsóbb a történet, és hagyjuk ezt a márkaépítést a francba, hagyjuk az innovációt, ezzel csak a baj van. Vesződés, vállalati kultúra probléma, németekkel vesződés. Oké, kicsit-kicsit a margin, de ki lehet rúgni csomó dolgozót, és kaszálni lehet. El tudjátok képzelni, vagy ez kizárt? És a sör ez ilyen szempontból érdekes. Most, hogy így elmondtad, kizárt. De tényleg nem tudod elképzelni, hogy hát most majdnem nagyon csúnyát mondtam, hogy ez úgy tudsz sört árulni, de hogy ennyire letorold a gatyádat, és lefelé versenyzel, vagy tényleg az innovációba hisztek, amikor a piac bővülést és a bővülésről beszéltek? Én abszolút, és személy szerint is azt gondolom, tehát hogy engem is inkább az érdekel egyébként, mint marketinges. Az oké, csak kapsz fizut, hogy... és azt mondják, hogy figyelj, tök jó, hogy téged mit érdekel, de... Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de nehéz olyan helyen dolgozni, amivel nem értesz egyet, vagy ami nem áll hozzád közel, úgyhogy ilyen szempontból is mondtam azt, hogy kizárt, mellé raktad azokat a dolgokat, hogy kirúghatsz embereket, stb. Megint csak kizárt. Úgyhogy én ilyen szempontból nálunk nem gondolom azt, hogy ez megtörténhet. De azt nem mondjátok, hogyha nálatok előfordulhat ilyet. És azért nem kell persze a legrosszabbra, behetjünk egy Wizz-Air példát is, vagy egy Ryanair példáját is. Tehát tud ez úgy is működni, és lehet, hogy nem a legjobb vállalatokat mondtam, de hogy azért fenntartható, és mégse úgy gondolunk rájuk, mint rossz márkák, úgy gondoljuk rájuk, mint mondjuk az utazásnak egy olcsó alternatívái. Nálatok ez elképzelhetetlen, hogy valamelyik ügyfelethez egész egyszer így álltok hozzá? Én még játszogatok ezzel a gondolattal, amit az előbb végigmondtál, hogy vajon van ebben ráció, vagy meddig fenntartható. Amit láttam, de szerencsére nem sokat láttam egyébként, mert valamiért szerintem ösztönösen az van bennünk, hogy javítani, meg jobban csinálni akarunk valamit, aminek egyébként lehet a következménye, akár az is, hogy azt olcsóbban, költséghatékonyabban tudom megoldani, és akkor eldönthetem, hogy mit csinálok a keletkezett plusz profittal. De amúgy visszatérve a kérdésre, láttam olyat, igen, amikor elindult ez a spirál lefelé, és még olyat nem láttam, aminek aztán jó lett a vége. Tehát alja mindig van, teteje meg nem feltétlenül, és az a legalját azt hamarabb elérték mindig, mint a tetejét. Tehát nincs mindig lejjebb. Nincs. Tetszett a spirál, én zsákutcával fogalmaztam meg itt magamba, ez egy sikától, gyakorlatilag betérsz és vége van. Tehát, hogy amiket mondtál, márkák tényleg tök jól működnek, szolgáltatók, de nagyon funkcionálisak. Ezek azt célozzák meg, hogy eljuss csak A-ból B-be nagyon gyorsan maradva a repülős példádnál. De azzal, hogyha te növelni akarod magadat, növelni akarod a piacodat, azzal te egy másik oldalt kell kövessél. Beszéltünk most az innovációról, beszélhetünk egyébként a purpose-driven megközelítésről is, még ha engedi az időnk. De ezzel az úttal, hogy te beállsz egy árversenybe, azzal gyakorlatilag elindítasz egy olyan végtelen versenyt, aminek a végén valaki koppanni fog, és te se fogsz bőle jól kijönni. Várjál, hadd kötözködjek. Gyere, na. A purpose-driven azt mondtad, és vegyünk egy AliExpress-t. Egy Alinak nem lehet az a célja, hogy minél több termék eljusson a világ minden szegletébe. Tehát most értem, hogy lehet röhögni az Alinak, hogy 3 forintért adja, ami nálunk 3000, de hát miért ne lehetne ez a brand purpose az Alinál, hogy legyen mindenkinek jó, mindenki jusson hozzá, mert amúgy nem tudod megengedni magadnak itthon, ott meg egy jó kici kínai valamihez hozzáférsz, ami egyáltalán biztos, hogy egyébként szar. Nem, azt nem mondom, hogy szar, és azt sem mondom, hogy nincs létjogosultsága ezeknek, de például az Ali is egy olyan dolog, aminek nagyon szép, nem hiszem, hogy megfogalmazták ilyen szépen a mission statementjét, valószínűleg az volt a cél, hogy minél több adatunk legyen, és minél több mindenkit kinyírjunk menet közben a versenybe, és felvásároljuk, amit csak tudunk, de hogy ezzel kapcsolatban meg pont az ilyen konglomerátumokkal úgy lehet versenyezni, ha mi meg értéket adunk. Egyébként, mert különben tényleg beleállunk egy olyan versenybe, amiben mindig egy nagyobb fog győzni, és ez nem vezet egyébként hosszú távon sehova. De várjál, és hogy a cél? Értem, hogy márkával értéket adsz, de amikor az árukeresőt használja szinte mindenki,
termékek megvásárlásánál. Akkor van értelme erről beszélni? Tehát fogom, veszek elszívót, ezt csak azért mondom, mert tegnap ez történt velem, baromira nem érdekelt, hogy kitől volt, beírtam azt a típust, ami tetszett, és te megnéztem, hol a legolcsóbb, és nem érdekelt. Vagy azt mondod, hogy vannak szolgáltások, ahol ez nem működik, és vannak termékek, ahol működik. Hát figyelj, szerintem az SEO piacán is vannak egyébként gyönyörű, most nagyon futnak egyébként gyönyörű skandináv lifestyle reklámok a tévében egyébként a Whirlpool-tól, meg az Electroluxtól, Whirlpool-tól azt hiszem, amik egyébként ezt gyönyörűen incsiklandozóan mutatják be, de valójában igen, a szolgáltatás, a hozzáadott érték, hogy mit adok ezzel, az SEO-val kapcsolatban mit adok egyébként tartóságot, mit adok minőséget, és ezzel nem is akarok most a telkóban maradni. Tehát, hogy azzal tudod ezt valójában pozícionálni, hogy kilépsz abból a fizikai kontextusból, amit az a termék jelent, mert akkor beszorulsz abba a versenybe, ami csak az áról szól. És azzal kapcsolatban egyébként magadat is le fogod korlátozni, mert nem fogsz innoválni, mert azt fogod nézni, hogy hogyan tudom a legolcsóban előállítani azt az elszívót. Modell, lehet, hogy két évente eladom az elszívót egyébként, de ezzel egyébként nem fogsz nőni, és nem fogsz értéket teremteni márkaként, ami ellen én úgy személyesen és hashtag Telekom szinten is zsigerrel tiltakozunk, hogy csak azért legyünk a piacon, hogy profitot termeljünk. Gyuri, akkor nézzük meg a sör esetében. Te milyen értéket tudsz adni, és ugyanígy érdekel engem egy margarin, pelenka, stb. Mosószer esetében. Mi lehet az az érték, amit adsz az ügyfélnek, hisz tényleg arról van szó, hogy termékek versenyeznek egymással, és hol a hozzáadott érték? Hát nyilván a hozzáadott érték maga egyrészt a termék magának, a terméknek az íze, tehát hogy itt már meleg nyári napon egy jó ízű hideg sört, ami legurul a torkodon, ez az élmény. Tehát, hogy magát az élményt, hogy nyilván ez funkcionális valahol, amit most mondtam, és aztán ott van nyilván a márkaérték, ott vannak az élményplatformok, amik ahol találkozhatsz a márkával. Ezek azok, amik tulajdonképpen összekapcsolják a embereket a márkáinkkal, és itt tudjuk őket is lojálissá tenni, hogy élményt adsz neki tulajdonképpen. Donát, nálatok mi az élmény egy pelusozásnál? Nem tudom, nem foglalkozunk pelenkákkal. Igazából szerintem alapvetően két irány van. Az egyik az az, hogy az Unilever abszolút zászlós hajója a fenntarthatóságnak, és ezért rengeteget teszünk. Nyilván ugye ezt a prémium márkákkal lehet a legjobban megtestesíteni. Ugyanakkor szerintem kicsit így meg visszakanyarodva erre a shit irányra, tök fontos, hogy azért azt is lássuk, hogy mi mindannyian relatíve egy üvegbúrába élünk, meg vagyunk, mert hogy a hétköznapi fogyasztó, vásárló, az teljesen más, mint mi. És nekik is meg kell adni egy megfelelő minőséget, viszont arra is törekedni kell, hogy ez egy számukra elérhető áron megvalósulhasson. Engem egyébként érdekelne, hogy... Igen? Bocsánat, csak nem tudtam, hogy most csúszik a hang. Igen. Tehát a sajtóterméknél nektek például mi az érték? Tehát előfizetsz egy újságért, vagy egyet fizet, kettőt kapsz, vagy esetleg az online térben egy fizetős tartalomért visszamehetsz az archívumba, és felhasználhatod a képeket? Vagy, tehát, hogy mi lehet egy sajtóterméknél érték, ha még hajlandóak vagyunk újságot olvasni, ha még hajlandóak vagyunk előfizetni, és mi van akkor, hogyha ezt meg mondjuk kérdés egy hölgyeknél, hogy ő a Mind Megette magazint veszi meg karácsonykor, vagy inkább a recepteket böngészi, vagy hajlandó-e fizetni azért, hogy olyan recepteket is megismerjen, ami, tehát hogy ez hova vezet? Tehát hogy ezt hogy látjátok egyébként? Iván, te ezt hogy látod? Inkább azról szeretnérek kérdezni titeket, hogy ne cserélődjenek fel a szerepek, hogy amikor arról beszélünk, hogy egyes célcsoportok egyre jobban behatárolhatóak, egyre pontosabbak a kutatások is, egyre jobban tudunk szegmentálni, akkor mennyire változtatjátok meg a portfóliótokat egy adott célcsoportra, egy adott szegmensre, és ez igaz ugyanúgy a célzásra a médiában, mint a termékekre, és meddig lehet ezzel szűkülni. Hisz a végén eljuthatunk odáig, hogy hát vannak azok, akik nem szeretik, akik szeretik, nem tudom, a zöld dobozban az ipát,
21 fokosan szívószállal, és akkor ezzel jöttek előbb, természetesen újra hasznosítható szívószállal. Persze baromságot mondok, de értitek a kérdést, hogy meddig lehet, vagy pedig ezt el kell engedni, és lőni mindenkire széles szegmensre. Uff, kész. Amíg megéri. Na jó, de úgy igazad van, meddig érheti ez meg? Ez azt gondolom, hogy nyilván ez cég, iparág, termék függő, és hát nyilván mondjuk egy, most a saját iparágomból hozva, egy kis üzemi sör nyilván egy sokkal kisebb csoportra tud lőni esetleg, mint mondjuk mi nagy üzemiként, mert hogy vannak ugye hatékonysági dolgok is akár az üzemben, amik fontosak ilyen szempontból. Tehát, hogy nem valószínű, hogy fogunk tudni csinálni egy sört 100 embernek, de nyilván az a célunk, hogy ne 100 embernek csináljunk sört, hanem olyan, nem azt akarom mondani, hogy univerzálisat, de olyan sört csináljunk, ami több tízezernek, több százezernek, talán millió embernek jó, és olyan, és kielégíti tulajdonképpen az ő igényeit. De ezzel te azt mondod, hogy akkor ahelyett, hogy tűpontosan céloznánk egy bizonyos vásárlói attitűdre, szegmensre, inkább teljesen szélesre hagyod a termékkínálatodat? Ez egy egyensúly, és ezt most így nehéznek megmondani, hogy pont hol van az egyensúly, mert nyilván, ahogy már felosztod a zöldipát, a zöldipa nem 5 millió embernek szól, hanem mondjuk 500 ezernek. És nyilván egy idő után elérted az 5 millió emberednek azt a részét, aki hajlandó mondjuk, vagy szeretné a te márkádat, a te sörödet inni, és akkor visszakanyarodunk tulajdonképpen az innovációhoz, hogy jönnek azok a megoldások, amik által vagy újabb embereket, újabb fogyasztókat érsz el, vagy esetleg szélesíted a meglévőknek a portfólióját. Média, vagy mondd András, hogyha valamit akartál, Orbála. Én két dolgot szeretném csak hozzáfűzni. Az egyik, hogy szerintem azért valamilyen szinten tipizálhatóak ezek a dolgok, és nem kell elveszni az adatok kísértésében. Hajlamosak vagyunk túl fetisizálni ezeket az adatokat, ez az egyik. A másik pedig, hogy szerintem egy csomó minden egy pozicionálás kérdése is. Tehát az nem árt, hogyha ismerjük az embereket, és ismerjük, hogy milyen mozgatódugók hajtják őket, és hogy vannak a hétköznapokban. De a végén egyébként azért arra fogunk kiukadni, hogy szerintem fogyasztói szinten nincsenek ennyire egyedi szintre lebontható fogyasztói igények. Lehet, hogy vannak egyedi szintre lebontható fogyasztói vágyak, amiket egyébként pedig pont az üzenetiséggel tudunk megfogni, de ez nem kell az egész termékfejlesztésünket personalizálni. Jó, most mintha magamat hallottam volna, vagy nem tudom, én nagyon ezzel értek. Köszönöm. Egyet. Ne, ez nem feltétlenül jó, András, csak minden esetre én ezt örömmel hallom, mert hogy én is azt gondolom, hogy itt az adatok világában elkezdtünk nagyon elaprózódni, és lehet, hogy nincsenek semmi értelme, és egész egyszerűen vissza kell térnünk oda, ahol 30 éve voltunk, és kicsit mellé is ment a célzás, de legalább elértük a fogyasztóinkat, és nem feltétlenül kellett egy komplett termékpalettát átalakítani, kicsi zöld, szívószálas. Média? Kb. Ugyanezt tudnám én is megerősíteni, hogy bele lehet menni ebbe a soha véget nem érő adatmennyiségnek a piszkálásába, elemzésébe, és van egy szint, ami fölött ez nem feltétlenül értelmes, már csak azért sem szerintem, mert nem minden mérhető, nem minden dönthető el az szerint, hogy igen, nem kérdéseket teszek fel különböző paraméterekre. Úgyhogy itt azért sokkal inkább mennék én is abba az irányba, amit itt előttem elmondtak, hogy kell egy termék, és a kommunikációban lehet azt arra szabni, amilyen igények, érdeklődések, vágyak felmerülnek. De hát adatok helyett emberek, ha már... Emberek. Gyönyörű végszó. Gyönyörű végszó, és ezzel le is zárom a beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm neked, Donát, hogy bejelentkeztél online, és nagyon szépen köszönöm nektek is, hogy eljöttetek ezen az igen késői órán, de reméljük, hogy megérte, és vár minket egy kis pezsgő.